Bár a mai híradóban elsősorban a majomhimlővel foglalkoztunk, az elmúlt napokban többször is volt téma már a koronavírus számainak sajnálatos módon felfele futó adatsora, amit most mutatunk is egy grafikonon az elmúlt évre visszatekintve is. Ugye a csúcs után egy nagyon gyors visszaesés volt, és most az elmúlt hónapokban szinte stagnált, vagy minimális mértékben volt megfigyelhető a koronavírus Magyarországon. Ugye a hétnapos mozgó átlag alakulását mutatja ez a grafikon, de az elmúlt hetekben tulajdonképpen június hónaptól kezdve látható egy enyhe emelkedés. Ugye ennek a mértéke mennyire aggasztó és mennyire fontos ezzel foglalkoznunk, ugyancsak majd az ősz közelettével és a ilyenkor szokásos megfázásos tünetek és felső légúti megbetegedések miatt mennyivel lesz veszélyesebb újra, majd a koronavírus, erről beszélgetünk Kacskovics Imre immunológus, az ELTE természettudományi karának dékánjával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm! Szóval látjuk itt ezen a képernyőn is a grafikont, mennyire aggasztóak ezek a számok, mennyire gondolja azt, hogy az ősszel újra oda kell figyelnünk a koronavírusra, illetve érdemes-e az emlékeztető oltásokkal megint foglalkozni, még annak is, akinek már van két vagy három oltása. Hát jelenleg nem mondanám aggasztónak, de minden esetre figyelemfelkeltőnek. Egészen biztos jön vissza a koronavírus járvány. Hogy a hullám mekkora lesz, azt nem lehet most megmondani, de biztos, hogy nem akkora, mint itt a korábbi nagyon magas tüskék. Miért gondolja ezt az oltások? Azért, mert gyakorlatilag most már nem vagyunk annyira naívak a betegség szempontjából, mint korábban, tehát többszörösen az emberek többsége be van oltva. Vagy átesett a betegség. Illetőleg természetesen átesett a fertőzésen, és ez egy bizonyos szintű védelmet okoz. Szeretném leszögezni, hogy a védőoltások nem az Omikron ellen lettek kialakítva, tehát kevésbé hatékonyak, de nem hatékonytalanok, vagyis a súlyos fertőzéstől, sőt a halálozástól most úgy tűnik, hogy megóvják a többség. Igen, erről ugyan nem szól a statisztika, de növekvő számok vannak, de a halálesetekről nem is hallottunk, vagy voltak közel? A halálesetek mindig lemaradnak, tehát először megugrik a fertőzés. A fertőzés egyébként vélhetően sokkal magasabb, mint amit ez az ábra mutat. Nagyon sokan otthoni gyors teszttel mutatják ki, hogy fertőzöttek, és akkor ezt nem jelentik be. Otthon maradnak remélhetőleg legalábbis. Most már rutinszerűen kezeli sokkal ezt a betegséget. Hihetetlenül népszerű lett a gyógyszertárakból beszerezhető gyors teszt, és ezek tényleg működnek, és jelzik is. Nem kellemes egyébként, tehát több ismerősöm is most esett át, tehát ezek 39 vagy 38 fokos lázat több napig mutató, és nagyon rossz állapotot előidéző, de otthon végül is kigyógyul. De mégsem annyira súlyos, mint ami ugye a lélegeztetőgépre került betegek számára. Egyelőre nem, és remélem, hogy ez így is marad. Még egyszer, tapasztaltak az emberek, az immunrendszerük tapasztalt, találkoztunk már ezzel a vírussal, tehát ez nem hasonlítható össze azzal a 2020 tavaszi állapottal, amikor gyakorlatilag egy naív népcsoportot letarolt a vírus. De az ősz az valóban egy veszélyesebb időszak lehet majd, amikor jönnek a felső légúti megbetegedések, és ennek kapcsán iskolában gyerekek össze lesznek zárva megint. Na, ez a lényeg. Tehát az iskolában összezárva lévő gyerekek, a munkahelyen összezárva vagy nagyobb csoportban lévő emberek okozzák a gyors kontaktust és a fertőzést. Tehát én nem hiszek ebben a hőmérséklet, szárazabb a levegő, süt a nap történetben. Ez a megfázás leginkább... az lehet egyfajta meleg ágya ennek a betegségnek, nem? Tehát a nem függ össze. Tehát kétségtelen a felső légúti betegségek, amikor hűvösebb van, az kedveznek az úgynevezett adenovírusnak, most ebben ne is menjünk bele, de vannak itt. Hát tüszkölünk, és akkor repülnek szét. Tüszkölünk, de a koronavírustól is tüszkölünk, tehát a koronavírus tud úgy megbetegedést okozni, hogy nincsen mögötte semmilyen más kórokozó, de gyakorlatilag önmagában képes kort kiváltani, és tüszögést is kiváltani. Ugye az Omikronban két alapvető különbség van a korábbiakhoz képest. Az egyik az, hogy jóval ragályosabb, tehát sokkal könnyebben okoz betegséget, sokkal könnyebben terjed, mint a korábbi. Ezt nem tudtuk elképzelni, azt gondoltuk, hogy a kanyaróhoz képest a delta az már nagyobb ragályossággal bír, de az Omikron az még ragályosabb. Tehát most tényleg nem lehet elbújni ezelől. Valaki, aki még korábban nem volt sem beoltva, sem fertőzve, biztos, hogy el fogja kapni. És a másik, amit szoktak mondani, és nagyon nem értek ezzel egyet, hogy ez kevésbé okoz betegséget, erre semmi bizonyíték nincs. Nem is lehet megállapítani egyébként, ismétlem, már átestünk a betegségen, már be vagyunk oltva, tehát nem ugyanaz a helyzet, mint 2020 tavaszán. Nem szól semmiféle adat arról, hogy ez egy kevésbé súlyos betegséget. Hát főleg a veszélyeztetett korosztályok, figyeljenek oda, vegyék fel a védőoltást, a harmadikat, vagy a negyediket, hogyha nem tették meg. Ezek védenek, mindenképpen a súlyos megbetegedés ellen védenek, illetőleg hát vegyék fel a maszkot, hogyha olyan helyzetbe
kerülnek, tömegközlekedés, bevásárlóközpont, mozi, vagy akár. Erre lehet számítani ön szerint esetleg, hogy megint kötelező lesz, vagy valamilyen bizonyos körökben majd használható? Ez az kormánytól függ, de annyi bajunk van őszintén mostanában, hogy nem biztos, hogy még tovább sújtják a gazdaságot és az emberek életkedvét azzal, hogy kötelezővé teszik, de az idősebbeknek, az immunrendszerükben alapvetően sérült embereknek feltétlenül ajánlom, hogy vegyék. Egyébként az oltási mechanizmus, a lehetőségek most mennyire nyitottak? Mi a mostani gyakorlat? Én azt mondom, hogy teljesen nyitottak. Bárki megy az orvoshoz, akkor kérhet. Hát ugye attól függ, hogy hány oltást vett föl. Magyarországon 4 oltást engedélyeztek eddig, tehát 5-et nem veheti fel a úgymond normál ember. Azok, akik például szervátültetésen vannak túl, és folyamatosan le van gyengítve az immunrendszerük, ők sok esetben akár 6-7 oltást is már fölvettek, megkaptak, de ez a normál emberek számára egyelőre nem jön. Egy picit beszéljünk, ha már annyit spoilereztem a korábbi felvezetésekben részben tévesen, de a híradóban valóban ez téma volt, hogy 40 fölé emelkedett a majomhimülő fertőzöttek száma Magyarországon. Ez mennyire aggasztó szám, mennyire kell erre is odafigyelnünk a közeljövőben? Erre oda kell figyelni feltétlenül, nem fogjuk tudni kikerülni, Magyarország nem egy önálló sziget, szerencsére. Tehát bizonyára ezek a számok emelkedni fognak, és bár sokan azt mondják, hogy ez egy kisebb csoport, ugye főleg azok a férfiak, akik férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot, de ugyanígy a biszexuális és egyebek. Ez a betegség ettől függetlenül szétterjedhet a populációban, és másokat is megfertőzhet, mert nem csak a testnedvekkel, hanem akár kontakt érintkezésekkel is. Igen, mert sokan azt mondták, hogy hát ez csak nem úton terjed, hanem hogy érintés útján, és nem tudom, közvetlen. Tehát, hogy mégis kell attól tartani. Előzetesen beszélgettünk erről, némi párhuzamot vont ön egy korábban eléggé súlyos és pusztító, és hasonlóan induló betegség az AIDS-szel. Pontosan. Tehát a 70-es, 80-as években az AIDS ugyanígy indult, hogy csak a homoszexuális férfiak körében, emlékezünk a Philadelphia című remek filmre, indult el a járvány, de hát már ez egy világszerte nagyon súlyos betegséget okozó járvány. Szerencsére 20 év alatt, 30 év alatt sikerült egy jó gyógyszert kifejleszteni, aminek azért súlyos mellékhatása van, de vakcinát azóta sem tudtunk előállítani. Tehát én mindenképpen... Az, ami van egy európai Dániában, azt hiszem, egy ilyen raktárkészlet, az nem oltásokra vonatkozik? Gyakorlatilag ugye a majomhimlő az úgynevezett fekete himlő rokona. A fekete himlőnek a halálozása 30% volt, de az emberiség ettől megszabadult, és a 80-as évek után nem oltottak már embereket. Tehát mindazok, akik 80-as évek után születtek, semmiféle védőoltást nem kaptak. De nekik ez alkalmas lehet, ez az oltás? Nekik ez alkalmas lehet, de azóta egy kicsit enyhébb vírus ból állítottak elő vakcinát, és ezt próbálják most teríteni. Ezt föl kell szabadítani, úgymond ellenőrizni a hatékonyságot. De egyőre még nincs erre szükség, tehát ha csak a súlyos... Hát Amerikában és Európában már szükség volna rá, és ott méltatlankodnak is, hogy miért ilyen lassan kerül a betegek számára elérhetővé ez a gyógyszer, vagy ez a vakcina, és szerintem Magyarországon is föl kell erre készülni. Bízunk benne, hogy minél később, minél kevesebbeket fog érinteni ez a betegség. Kacskó Csillának, köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.